a kerékpárosok képviseletébe, akkor ti hogy látjátok ezt az egész helyzetet? Parancsolj! Jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Látható? Amit vagy próbálok? Igen, kiváló. Jó. Hát sokan mondják, hogy a kerékpározás nyert. Megpróbálom összefoglalni, hogy mi történt az elmúlt egy évben a kerékpározás terén. Alapvetően én úgy foglalnám össze, hogy sokkal több ember tudta valószínűleg kipróbálni, vagy gyakrabban használni ezt a mobilitási módot, amivel nem csak ők nyernek egy személyes hasznokkal járó közlekedési eszközt, egy egészségesebb, olcsó, helytakarékos és környezetbarát közlekedési eszközt, hanem a város is. Nagyon régóta mondjuk a kerékpáros útnál, hogy a kerékpározás az nem csak a kerékpározásról szól, hanem arról, hogy milyen városban élünk, és mi abban hiszünk, hogy egy jobb várost lehet nyerni vele. Hát ez egy jó kérdés, hogy aztán ezt valójában megnyeri-e Magyarország, és megnyerik-e a magyar városok. Hát én föltenném először a kérdést, hogy hova érkezett meg ez a vírus, mielőtt aztán arról beszélnénk, hogy milyen változások történtek. És azért tettem zárójelbe a többes számot, mert igazából Budapestről tudunk itt beszélni leginkább, mert Budapest egyrészt a legnagyobb népsűrűséggel rendelkező magyar város, a legnagyobb lakossággal rendelkező, és itt történtek a legnagyobb változtatások is a vírus óta. De egy nagyon jó kérdés, hogy például a mobilitási vagy közlekedési rendszerünk mennyire szolgálja a várost, mennyire egy hatékony megoldás, mennyire jó a hely kihasználásunk a városban, hány ember tud átmenni adott ponton, ez mennyire szolgálja a gazdaságosságát, a közlekedésnek, tehát a közlekedéssel töltött idő az mennyi, mielőtt amíg eljutunk A-ból B-be, és mennyi pénzt költünk rá, hogy eljussunk A-ból B-be. És egyébként a domináns közlekedési forma mennyire tudja a helyi gazdaságot is segíteni, vagy rákényszerülünk például, hogy városszéli szuper-hipermarketekbe járjunk hétvégente autóval nagy bevásárlásra, esetleg vagy be tudunk ugrani egy kisboltba hazafelé, hogyha eszünkbe jut, hogy valami hiányzik a vacsorához. Milyen hatása van a környezetünkre, az egészségünkre, magánszinten is, tehát miközben közlekedünk, az mennyire szolgálja az egészségünket, és a körülöttünk élőkét, és mennyire segíti a hozzáférést a városi élethez, tehát hogyha mennyire elérhetők ezek a közlekedési módok, eljut-e esetleg mondjuk munkába az, aki rászorul, és mondjuk kiesett a tömegközlekedésről egy vírus helyzetben, vagy nem szeretne fölülni a tömött járatra, el tud-e menni oda, ahol ő dolgozik, és nem tud például a home office-t igénybe venni. Tehát általánosságban egyébként mennyire kerékpáros barát, vagy kerékpározás barát környezet van egy városban, és hogy áttörhető-e az az üvegplafon, ami kialakult a kerékpározás tekintetében, mint Budapesten legalábbis. Ezek voltak a fő kérdéseink, amíg be nem jött a vírus. És volt az is egy érdekes, hogy milyen szokások, milyen közlekedési szokások, ezek hogy néztek ki adatok szintjén. Sajnos országosan elég kevés adattal rendelkezünk. Van egy most már két évente megszervezett reprezentatív közlemény kutatás, egy 3000 fős mintán felnőttekre reprezentatív a medián készíti. Magyar Kerékpáros Klub megbízása van, az Aktív Magyarország támogatásával tudunk megcsinálni. Budapesten vannak nyilvános adatokat mutató kerékpárszámlálók, nem az összes kerékpárszámlálónak vannak nyilvános adatai, és ezek nincsenek is sajnos egy kézben, de amiket látunk, az az öt helyszín, azért az már sok mindenre ad információt, vagy következtetéseket lehet levonni, és vannak alkalmi mérések is. Vidéken sajnos van egy-két város, ahol tudjuk, hogy mérnek, tudjuk, hogy van egy kerékpárszámláló Debrecenben, de annak nem elérhetőek az adatai, illetve van egy veroplasz.hu nevű oldal, ahol főleg rekreációs, ilyen szabadidős célú kerékpározást mérnek, jellemzően településeken kívül és időszakosan, tehát én télen próbáltam többször megnézni az adatokat, és nem volt elérhető sajnos. De a reprezentatív kutatásból az látszik, hogy elsősorban a magyar felnőttek 60%-a nem autóval közlekedik, tehát hiába látjuk azt a dominánsnak, a többiek valószínűleg láthatatlanok.
A kerékpározásnak pedig az aránya ebben 17% volt, két éve 16% volt tavaly. Ez egy nyilván hivahatáron belüli változás, nagy elmozdulás itt még nem lehet tapasztalni, viszont a tömegközlekedés részarányának csökkenése azért az már meglátszott itt a reprezentatív kutatásban, amiből az autós és a gyalogos közlekedés jött ki még győztesen. Kerékpáros szempontból egyébként Magyarország nagyon sok szemszögből jól áll, nagyon nagy a kerékpár ellátottság. 63% a lakosságnak rendelkezik saját kerékpárral, és van még 12%, akinek nincsen sajátja, de elérhető neki, bérelni tud, van közbringa a környéken, van kölcsön kerékpár. Érdekes egyébként, hogy bár az látszik, hogy két évvel, 2018 és 20 között, mint hogyha csökkent volna a kerékpár ellátottság, vagy a kerékpárok száma a magyar háztartásokban, jól látszik, hogy itt a középkategóriás kerékpárok aránya megnőtt, míg a nagyon olcsó kerékpárok aránya csökkent. Tehát miért azt feltételezzük, hogy esetleg itt ennek egy olyan oka lehet, hogy a nagyon rossz minőségű kerékpárokat már nem használják többé. Kidobták, kiselejtezték, esetleg olyan idősek használták, akik már korlátozottak a mobilitásukban. Hát az egy jó kérdés, hogy hogyan változtak a mobilitási szokások a vírus miatt. Az előző előadásokban nagyon sok szempontból láttunk már erre adatokat. A Google is ad adatokat erre, amiket megnéztem a főváros énbudapesten.hu nevű oldalán lévő cikket, amely elég sok szempontból kielemezték, és hát az látszik többek között a Google mozgást érzékelő okostelefonok alapján mozgást érzékelő grafikonjaiból, hogy több időt töltünk otthon, és több időt töltünk egyébként parkokban, szabadtereken, erdőkben. Kevesebb időt töltünk a munkahelyünkön, kevesebbet használjuk a közösségi közlekedést, kevesebb időt töltöttünk az utóbbi egy évben kereskedelmi és vendéglátóhelyeken, csökkent az autóforgalom, ezt nyilván a forgalomszámlálási adatok is mutatták. A kerékpáros forgalom pedig egy másik tendencia volt a növekedése. És voltak még érdekesek a kerékpáros kereskedelem kapcsán, hogy elfogytak a biciklik, nagyon sok ellátási gond volt, egyrészt a határzárak, az ellátási láncok korlátozása miatt és a nagy igény miatt, ami sok esetben egyébként a kerékpár szervizekben okozott egy plusz forgalmat. Egy évvel ezelőtt ilyenkor egy tavaszi nagygenerált azt olyan két hét átfutással vállaltak a szokásos fél-egy hét helyett a budapesti belvárosban. Van még adatunk arról, hogy régiónként hogy néz ki az elsősorban kerékpárral közlekedők aránya, és itt talán vissza lehet utalni arra, hogy csökkent ugye a rossz minőségű vagy kisértékű kerékpárok aránya a háztartásokban. Hát sok helyen az országban csökkent az elsősorban kerékpárral közlekedők aránya, ami egy nagyon negatív tendencia, és időben meg kéne ezt fogni, legalábbis szinten tartani, talán az is egy nagy eredmény lehet. Egyedül a délalföldi régióban nem történt ez meg, egyéb klasszikusan kerékpáros régióban, mint mondjuk az Észak-Alföld, ez megtörtént, a Észak-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, bár a Nyugat-Dunántúlán csak hiba határon belüli mértékben, de megtörtént, Budapesten nem, ez majd erre külön ki fogok térni. Ennek nyilván nem a Covid-hoz van közel, bár lehet természetesen egyébként a mobilitási igények csökkenése is az egyik okozója. Budapesten viszont nőtt a kerékpár használat aránya, azoknak az aránya a felnőttek között, aki valamilyen gyakorisággal szokott kerékpárt használni, az 6%-kal nőtt itt 2018 és 2020 között, ami leginkább itt az alkalmi jellegű, vagy hetente néhányszor kerékpározást jelenti. Nyilván itt is ez egy nyáron készült adatfelvétel, tehát azért ebben benne van, hogy az előtte lévő hónapokban nagyon sokan voltak home office-ban, de azt, amit a kerékpárszámlálókon is lehet látni, azt a növekedést, ez is igazolja. És ez egy nagyon jó tendencia, ellentétben az ország egyéb részein látható tendenciákkal,
és talán egy elmozdulás abban az irányba, ami Budapestnek a stratégiai célja, csak évekig nem sikerült abba az irányba elmozdulni. És ez hogy nézett ki a már említett 5 darab BKK-s nyilvános adatokat szolgáló kerékpárszámlálón? 2020-ban az előző évhez képest 15%-os növekedést jelentett, és a legnagyobb arányú egyébként az előző év azonos hónapjához képest decemberben történt, és a téli kerékpározás növekedése az külön szerintem figyelemre méltó. Egy trendfordulót lehet igazából látni, a korábbi években stagnált, kicsit csökkent a kerékpáros forgalom, ami mindenképpen ellentétes azzal, ami Budapestnek a stratégiai célja. Érdekes adat, hogy a munkanapok és munkaszüneti napok havi átlagában is nőtt a forgalom, a legnagyobb növekedés pedig a Weiss-Manfréd út, a Csepelre vezető ilyen külterületi, kicsit ringasztráda jellegű út produkálta, és a legnagyobb növekedés pedig, mint mondtam, decemberben volt. A kijárási korlátozások alatt kezdett már elnőni a kerékpáros forgalom feltűnően, de utána lőtt ki igazán, hogyha látjuk azt a nagy csúcsot, ott az júniusban látható, és télen utána az este 8-as kijárási korlátozás sem vetette vissza olyan mértékben a kerékpár forgalmat, mint amire lehetett számítani. Voltak tavasszal alkalmi lezárások a egyes kerékpáros útvonalakon, például pont az Euróvelo, ami az egyik legnépszerűbb kerékpáros útvonal Szentendre és Budapest között. Budakalász önkormányzata úgy döntött, hogy oda az ő területére senki nem jöhet be. Ez még a Megyeri hidat is érintette, ami ellen határozottan tiltakoztunk, ezt fel is oldották később, de nem lehetett látni nagyon nagy akadályoztatást ennek ellenére sem. Idén márciusban, tegnap összesítettem a kerékpárszámlálók adatait, 3 ponton voltak rekorddöntések, ebből 2 az havi rekordot döntött meg, az Árpád híd és a Budai rakparton, a Bemrakparton vezető kerékpárút, és voltak napi rekordok is. Sokan szokták mondani, hogy csak a futárok miatt van, növekszik a kerékpározás. Biztos, hogy a futároknak is van ebben szerepe, ugye a házhoz rendelés nagyon népszerű lett itt a pandémia alatt, de olyan helyeken is nő folyamatosan a kerékpáros forgalom, ahol nincsen sok étterem, és a házhoz szállítás sem annyira jellemző. Tehát például a Weiss-Manfréd út Csepel felé, vagy a Hungária körút, az Árpád híd sem annyira egy igazán ételfutároknak jellemző időszaka. Hát többféle okot szoktunk felsorolni, vagy próbálunk megfejtéseket mondani azokra a kérdésekre, hogy vajon mi lehet ennek az egésznek az oka. Nyilván nagyon sok minden benne van, nagyon sok minden látszik az eddigi kutatásokból és az eddigi lakossági igényekből is, amikre lehet tippelni, az természetesen az, hogy távolságtartó közlekedési módot tud nyújtani a kerékpározás. Ugye 2 lehetőségünk van, hogy autóval ülünk, vagy kerékpározunk, hogyha nem akarunk közösségi közlekedést használni. Aki nem akar parkolóhelyet keresni, vagy olyan távolságra megy, inkább szerintem szívesebben ül kerékpárra. Talán nem biztos, talán növekszik valamilyen szinten az egészségtudatosság, az emberek talán olyan közlekedési módot is preferálnak, ami erősíti az ő immunrendszerüket, a fizikumukat, hogy esetleg ellenállóbbak legyenek, de ez inkább egy feltételezés kategória. Nyilvánvaló, hogy a szabadidős lehetőségek szűkültek, és az iskola bezárások sem segítettek abban, hogy a gyerekeket át lehessen rendesen mozgatni, és nagyon sok embernek a kerékpározás jelentette azt, a kikapcsolódás lehetőségét. Én biztos vagyok benne, hiszen majd fogok mutatni erre diát, hogy az új kerékpársávok és a forgalomcsillapítási intézkedések nagyon sok embernek tették vonzóbbá a kerékpározást, akik eddig nem mertek valamiért elindulni. Lehet egy faktor a hévpótlás, hogy a csepeli hév az most egy buszos pótlás miatt egy kicsit bonyolultabban használható, és ott a mellette futó Weiss-Manfréd úti kerékpárúton növekszik elég erősen a kerékpáros forgalom, illetve a belvárosban a 3-as metró lezárása is hozzájárulhat ahhoz, hogy ez növekedjen. A kerékpáros útnak pont van a Budapesti Közlekedési Központ támogatása vagy kampánya, ami próbálja megmutatni azokat az útvonalakat, ahol érdemes kerékpárral pótolni a metrót. Zajlanak tovább a kampányok a kerékpározás népszerűsítésére, és már itt elhangzott korábban, én is felhoztam a belföldi turizmus erősödését is.
Van egy olyan, amikor mentünk nyáron az M7-esen, akkor nagyon feltűnő volt nekem augusztus vége felé, augusztus közepén, hogy milyen sok autón van a csomagtartón kerékpár fönt, hátul, benne a csomagtartóban. Én még ilyen sok biciklit nem láttam az M7-esen, mint tavaly nyáron. A tavalyi kutatásunkban rákérdeztünk egyébként arra, hogy a kerékpárt gyakrabban kezdték el használni a magyar felnőttek a járvány ideje alatt. Itt láthatóak az adatok, és igen, Budapesten is, és országosan is mérhetően többen kezdtek el kerékpározni a járvány idején, vagy gyakrabban vették igénybe a kerékpárt, mint közlekedési vagy szabadidős közlekedési eszközt. És visszautalva itt a kerékpár sávok kérdésére, amit aztán egy kicsit jobban ki fogok bontani, minden korábbi kutatás azt mutatja, hogy a kerékpározással szemben a legnagyobb visszatartó erőt az autóforgalom jelenti. Egyrészt a félelem miatt emberek félnek kerékpárra ülni, bár én 15 éves tapasztalattal azt mondom, hogy ez kicsit eltúlzott, de mondjuk én 190 centi vagyok, és majdnem 100 kiló, úgyhogy engem ritkán szoktak azvaszítások érni az úton, viszont megértem, hogy nagyon sok embernek például a nagykörút az korábban egy no-go zóna volt, és nem mert ott kerékpározni. Általánosságban a kerékpár sávok, kerékpár tárolók és építése, kialakítása, az infrastruktúra fejlesztése, az autóvezetők és kerékpározók közötti együttműködés javítása az, ami vonzóbbá tenni a kerékpáros közlekedést Magyarországon és Budapesten is. És ha ez megtörténne, akkor valószínűleg még nagyobb löketet láthatnánk az utakon, ami azt is jelenti, hogy mindazokat a társadalmi, gazdasági, egészségügyi, környezeti hasznokat jobban ki lehetne használni, mint a kerékpár nyújtani tud a városok az ország számára. Itt látható, hogy a magyar társadalom mindenféle nemi, politikai és egyébként egy lakhelyi ellentét nélkül is szívesen ülnek kerékpárral, majd hogy nem egyöntetűen. A budapestiek nyilván a egyetlen metropoliszról beszélünk, ott van egy kicsit kisebb arány, de még szerintem az is eléggé szembeötlő, hogy mennyire nyitottak a kerékpározásra, ha annak javulnának a körülményei. És itt javultak a körülmények Budapesten 2020-ban. A koronavírusra szerencsére a főváros is, tehát nem csak a kerékpáros klub és a többi civil szervezet tekintett egy lehetőségként olyan szempontból, hogy egy jobb újrakezdést lehetne esetleg elképzelni azok alapján, a célok alapján és stratégiák alapján, amiket egyébként a város már elkészített, és amit egyébként még törvényileg is lehet hivatkozni. Nagyon sok nemzetközi példa volt szerencsére, New York volt talán az első város, ami elkezdte a pandémia kerékpársávok kijelölését, és utána ez nagyon sok helyen megtörtént, nem csak Európában, Bogotában például, illetve európai nagyvárosokban is, majd fogok hozni több példát. Budapesten több mint 10 kilométernyi új kerékpársáv jött létre, illetve megnyílt a pesti alsó rakpart hétvégéként a gyalogos kerékpáros korzózás számára, ami egyébként a város, vagy talán Európa egyik legjobb vízparti városi panorámája, szemben a budai várral, a Gellért hegyel, a budai hegyekkel, nyugati fekvéssel a víz mentén, ahol nagyon nehéz menni az autóforgalom miatt. És érdekes, hogy ennek aztán lett egy vidéki követője, Szeged, ahol a Tisza partját nyitották meg nyári hétvégéken a korzózás, kerékpározás számára, ott még programokat is szerveztek a lakosságnak. Ez nyilván nagyon sok vitát is gerjesztett, aminek volt egy kisebb politikai töltete is. Ezek sokszor érdekes és hasznos hiták voltak, sokszor tévhitek, téves állítások rontották itt a beszélgetést, de arra mindenképpen jó volt, hogy felkerült a kerékpározás újra a térképre, vagy legalábbis a városlakók mentális térképére, és egy ingyen reklámot hozott neki gyakorlatilag. Én hiszek abban egyébként, hogy a nagykörúti dugóról szóló hírek, és sokszor rémhírek egyébként forgalomcsillapító hatással voltak, és az emberek inkább elkerülték a belvárost autóval, és nem itt intézték az átmenő forgalmat. Voltak erre aztán később adatok is, amiket a főváros szolgáltatott, és ők is arról számoltak be, hogy szeptemberben nem jött vissza ugyanakkor a forgalom a nagykörútra, mint korábban. Mérhető kerékpáros növekedés volt a Bartók Béla úton, miután ott a Dunától
a Keremföldi pályaudvarig, illetve annak újbudai leágazásain elkészültek a kerékpársávok, és most már végig lehet járni. Itt egy magánmérésnek az adatait tudtuk felhasználni. A Varos utcában még nem lehet összehasonlítani, de az is egy több városrészt összekötő útvonal lett a belváros és Kőbánya felé, nagyon hiányzó hálózati kapcsolat jött létre, de tudjuk, hogy mennyien használták nagyjából egész addig, amíg meg nem rongálták sajnos a mérőeszközt. A Terézkörúton a főváros adatszolgáltatása szerint 4-5-szörös növekedés lehetett tapasztalni a kerékpársáv felfestése után, nyárig, az Üllői úton pedig, ami szintén egy nagyon széles sugárút és nagyon hiányzó hálózati kapcsolatot teremtett meg a délpesti régió felé, ott is megjelent egy mérhető kerékpáros forgalom, ennek most egy kisebb alternatívája van, az az Üllői út az egyetlen kerékpársáv, ami a metrópótlás miatt nem tudott megmaradni, de a belső utcákat átalakították, tehát ezért a ferencvárosi régió sem maradt belvárosi kapcsolat nélkül. Ennek természetesen voltak előzményei, tehát voltak olyan hatályos, haladó szemletű stratégiák, városrendezési tervek, főhálózati tervek, amik már készen voltak, amik azzal számoltak, hogy növelni kell a kerékpáros közlekedés részarányát, csökkenteni kell az autós közlekedését, van egy mérhető lakossági igényünk, egy általánosságban a kerékpározás fejlesztésére, illetve a főút hálózat kerékpározhatóbbá tételére. Van egy döntéshozói program, amit 2019-ben megszavaztak a városlakók, amikben ezek expliciten benne vannak, és a koronavírus nyilván adott egy olyan lehetőséget, amikor a megváltozott mobilitási igényeknél kicsit újra lehetett húzni itt a viszonyokat, át lehetett alakítani a várost. És voltak nagyon jó példák a világból, ahol New York és Bogotá tényleg az élen járt Mexikóvárossal egyetemben, amik megapoliszok, tehát Budapesthez képest összemérhetetlenek, és hogy ott meg tudták csinálni, akkor valószínűleg sokan gondolták azt Budapesten, illetve a magyar nagyvárosokban, hogy ezt az ő területeken is meg lehet csinálni. És voltak szerencsére olyan futótervezések, kerékpársávokra, köztérfelújításokra, útfelújításokra, forgalomcsillapításokra, amiknek a terveit fel lehetett használni. Sok terv sajnos évek óta a fiókban volt, de ezeket fel lehetett frissíteni, vagy fel lehetett gyorsítani, és ebben nagyon nagy köszönet jár nyilván az illetékes szakmai szervezeteknek. Nagyon sok vita volt egyébként a kerékpársávokról, hogy mire jó. Igazából én annyi összefoglalót hoztam itt el, hogy ez miért nem csak a kerékpárosoknak jó, akik ugye nincsenek, mi azt szoktuk mondani, hanem városlakók vannak, akik egy kézenfekvő közlekedési eszközt használnak, és hogyha a kerékpározást azzá tesszük, akkor látható, hogy el is kezdik használni. Hát nyilván azért, mert biztonsági érzetet ad a még nem kerékpározóknak, de azoknak a nyitott embereknek, akik szeretnének kerékpározni. Érdekes, hogy egy ilyen nagyon olcsó megoldás is mekkora hasznot tudott hozni a városnak. Több évig tartó tervezések és nagy beruházások nélkül. Egy olcsó, egészséges és a vírus talán megakadályozó távolságtartás biztosító közlekedési lehetőségről beszélünk. Megteremtett olyan városrészek közötti összeköttetéseket, hálózati kapcsolatokat, amik nagyon hiányoztak itt az utóbbi években, és akadályai voltak annak, hogy növekedni tudjon a kerékpáros forgalom. Egyértelmű forgalmi helyzetet teremtett, tehát nyilván a járdákról a kerékpározók többség, akik félelemből járdáztak, lejöttek a kerékpársávokra, és az autóvezetők számára is egy egyértelmű helyzetet teremtett, mint az, amikor a kocsisorok között próbálnak meg az emberek valahogy a tükrök között előre menni. És hosszú távon egyébként el is indult például a Nagykörútnak az új tervezése, visszaadják neki azt a kulturális korzó, kereskedelmi korzó jelleget, aminek szánták. Nagyon sokan valószínűleg szívesebben töltik az idejüket, hogyha van, és lehet akkor olyan szabadtéri vendéglátó helyeken, amiket könnyen tudnak kerékpárral megközelíteni. És természetesen ez a légszennyezettség, ez a jártalmat is lehet csökkenteni. És ahogy ez lenni szokott ilyenkor, amikor egy nagyon erős beszédtéma van a köztudatban, amit szívesen egyébként használnak is az emberek, akkor ez be fog szivárogni a közbeszédbe, és be fog szivárogni a piacvilágába. Nekem saját tapasztalatom, hogy soha annyi
média megkeresése nem volt a kerékpáros klubnak, mint 2020-ban. Egyébként elmaradtak eseményeink, kampányokat újra kellett tervezni, de ezekkel sokkal hatékonyabban és mindig az adott helyzetre reagálva tudtuk népszerűsíteni a kerékpározást, tudtuk elmondani, hogy hogyan lehet biztonságosan szabad időben kerékpározni, mik az előnyök, mikre kell odafigyelni, és nagyon nagy igényt láttunk például azokra az oktató anyagokra, amik a kerékpáros klub honlapjáról elérhetőek. És érdekes, hogy még automárkák is kerékpárral hirdették magukat. Többször kerestek rá a kerékpárokra, mint a szájmaszkokra a Vatera felmérése szerint, másik apró hirdetési oldalak szerint pedig a használt bicikli és a fűnyíró volt az új sztár tavasszal. Nyilván miért? Az emberek otthon maradtak, szabadidejükben pedig kerékpározni próbáltak. De mindeközben egyébként folytatóan lakosan megmaradtak az ellátási zavarok, mert valamennyire a kerékpár hiányt tudták pótolni az üzletek, azért a még mindig nem könnyű a helyzet, és a múlt héten kiszabadított Suezi csatornában fennakadt hajó egyébként pont megint egy pánikot hozott a kerékpáripar és kereskedelmi szereplőinek, mert ott álltak sorba a régóta várt biciklik a konténerekben a Suezi csatornában. És közben egyébként pedig elindult egy olyan elektromos vásárlítéses kerékpár vásárlását támogató program, ami ezen a héten is fut, havonta lehet igényelni ilyen támogatást. Ez a kerékpáripari és a szövetség és a kerékpáros klub közös kezdeményezéséből született, és valószínűleg az elektromos rásegítéses kerékpárok terjedése ki tudja tolni azt a távolságbeli határt, ami eddig a kerékpározásra jellemző volt, illetve azt a domborzati határt, ami eddig jellemző volt. És egy-két nemzetközi példa, hogyha azt gondoljuk, hogy Budapest az igazán kerékpárra váltott 2020-ban a járvány idején, akkor lehet, hogy a saját nézőpontunkból igazunk van, de nemzetközi szinten nincs igazunk. Eléggé a hátul vagyunk azon a listán, amit az Európai Kerékpáros Szövetség összeállított, az a 10 kilométernyi kerékpársávval, illetve forgalomcsillapítással, ami történt Budapesten. 42 Európa legnagyobb városaiból 42-ben voltak ilyen rendkívüli fejlesztések, és ebből 17 egyébként főváros. Olyan városok előzik meg Budapestet, mint Róma, Milánó, London, amikről valószínűleg is gondoltuk volna korábban. És a Budapesten is használatban lévő EcoCounter számlálók adatai 2019 és 2020 szeptemberre között Olaszországban 27,5%-os, Portugáliában 25,3%-os, Franciaországban 24,5%-os növekedést mértek. Tehát azokban a városokban, meg országokban, ahol nagyobb kerékpáros fejlesztések voltak, ott a budapestinél is nagyobb arányban nőtt a kerékpáros forgalom. Nyilván más szempont is igaz, ezekben az országokban súlyosabb volt a járvány 2020-ban, legalábbis az első hullámban biztos, mint nálunk. Mi lenne a folytatás? Erre nyilván nagyon sok megoldás van, amit most is be lehetne vetni. A kerékpáros klubnak a listáján szerepelnek olyan utcák, ahol már különösebb probléma, konfliktus nélkül lehetne folytatni a gyors kerékpársáv kialakítást olcsón, ami segíteni a további hálózatosodást. Ezeket például a Bubi közbringarendszer tavaszi újraindítására elkészítenék, akkor valószínűleg még sikeresebbé tenni a közbringarendszert is, de ez nyilván nem egy elégséges dolog. Nagyon fontos az, hogy beépüljön a város tervezési folyamataiba az a komplex faltól falulig való tervezés, amikor megnézik egy utcának a jövőképét, milyen funkciók vannak ott, milyen igények vannak ott, mit szeretne vele az adott kerület, az adott környék, az ott élők. Tavaly nem került sor kerékpártárolók építésére, készítettünk ilyen listákat, ezt mindig meg lehetne csinálni. Nagy kérdés, hogy létrehozható-e a kis távolságok város egy olyan helyzetben, amikor tendenciának tűnik a kiköltözés, és hogy itt milyen fenntartható ingázási lehetőségek vannak, lehet-e a kerékpárt és a közösségi közlekedést kombinálni, mikor teremtődnek meg a hiányzó kül- és belvárosi kerékpáros kapcsolatok. Ezekre egyébként talán választhat a most állami
kézben lévő Budapest Fejlesztési Központnál készülő vasúti stratégia, amiben külön szerepel a B+R kerékpártárolók fejlesztése, de az integrált településfejlesztési stratégiában is vannak hasonló célok. A Balázs Morter ugye elég világos célokat fektetett le, készül egy aktív és mikromobilitási stratégia is, van egy VECOP fejlesztési projekt, ami sok éven át tartó húzódózás után talán idén már látható lesz, eredményei lesznek az utcákon. De nagyon nagy kérdés, hogy emellett a sok stratégia mellett mi az, ami konkrétan fent tudja tartani ezt a hullámot, ami most a pandémia idején elindult Budapesten, és aminek valószínűleg azok is a haszonélvezők, akik nem kerékpároznak. És nagyon nagy kérdés, hogy mi történik Budapesten és az agglomerációján kívül. Felveszik-e a versenyt a vidéki városok, lépnek-e, vannak-e egyáltalán elképzeléseik arról, hogy milyen lépésekre lenne szükség, van-e lehetőségük rá, hogy ezeket megtegyék, és minden önkormányzatnál gondolom most a költségvetés egy elég nagy probléma, a karbantartás, illetve az új fejlesztések létrehozásának a meglévő források, illetve azok hiánya. Nagyon nagy hiányosság volt tavaly a kommunikáció, a proaktív, előre menő szemléletformálás és népszerűsítés. Nyilván ezt nem lehetett csak úgy elindítani, mint a munkagépeket, viszont ezzel mindenképpen tervezni kell, és nagyon sok vitát el lehet kerülni akkor, hogyha van egy tervezett és pozitív kommunikáció. És mi a kerékpáros klub részéről nagyon reméljük, hogy a pártpolitikai jelentétek nem fogják rányomni a bélyegüket a kerékpározásra, mert egyébként elég nagy konszenzus látszik a kérdésben. Tehát itt, hogyha tovább megyünk, akkor összefoglalva, van egy lakossági igény a kerékpározásra, van egy egyébként minden oldalról látható kormány és önkormányzatok részéről is látható politikai akarat, vannak meghatározott stratégiai célok, amiket konszenzussal fogadott el Budapest, és nagyon sok város is. Megvannak a megfelelő szakmai hátterek a különböző szervezetekben, a BKK-ban, a Budapest közútban, az állami intézményekben is. Vannak már működő példák és tapasztalatok, amikre lehet építeni, vannak működő civil, szakmai és politikai szervezetek közötti együttműködések, amikre lehet építeni, és itt van egy újrakezdési kérdés a COVID után. Mi azt szeretnénk itt a kerékpáros klub részéről javasolni, hogy ezt a évek óta hiányzó egyedi együttállást, ami itt a felsoroltakban látszik, ezt nem lenne érdemes elveszni hagyni, hogy a szem előtt tartja, hogy a kerékpározás nem csak a kerékpározásról szól, akkor megteremthetünk fel egy jobb várost, és nagyon reméljük, hogy nem csak Budapestről lesz szó a következő konferencián. Köszönöm a figyelmet!